Hát srácok, ezt figyeljétek. Figyeld, ilyet én még nem is láttam, szerintem nem megy a, nem megy a hajó. Figyeld. De nem is láttam semmit írni, hogy most nekem erre kellene jönni. Hát de így nem tudok bemenni. Az kurva jó. Hát baszdmeg. Mondta a kollégám, hogy ő szerdán jött, és le volt zárva. Itt, tehát én egyszer álltam 20 valány órát a hajóra. Ezt rohadt ezt a... Térjen le. Hú, nettő volt nekem idegrohamom, amikor ide jártam a Szovszkitól minden nap. Hát ez mind a hajóra vár, ennyi. Most meg el is jöttem a sor mellett. Bevallom a frankúr, nem figyeltem, egyszer csak így jövök, tudod, bóbiskolok, mondom, mi a picsa? Hát semmi, most már fordultok vissza, hát hogy mész be eléjük? Sehogy, magam úgy sem mennék be. Hát, hogyha várni kell, hát basszus. Hát látjátok, hát felhívtam a céget, azt mondja, itt van két másik magyar is. Azok is a sorbának. Nem az az, mindegy, jó, nem. Hú, basszus, ezt rühellem a legjobban, tudod, amikor ilyen van. Na hát itt aztán az a legundorítóbb a világon. Mert annó Angliában, tudod, még annyival volt jobb, hogy félreállítottak. Lefeküdtünk aludni, nem tudom mennyi volt. Mondjuk, maradjunk egy napba. De jött a rendőr mindig, és kopogott, hogy mennyi, mi van, akkor a taugráfa semmi. Meg hívett a BAG, és mikor látta, hogy egybe van, mondom neki, hogy hajó, tudja. De ne aggódj, nem hű a rendőr, tehát tudja. Figyelj, ó, bazd meg, be is van zárva. Nem tudok fel sem menni. Térjen le az autópályáról, majd hát de most így... fel az autópályára. Most ugye be akartam volna állni ebbe a sorba, most akkor meg viszont nem tudok visszamenni. Hát basz meg! Ha nem enged fel. Azt mondják, hogy vagy 8 órát kell állni. 8 órát! Ez. Ó, Istenem, drága jó Istenem! Fú, hogy meg az angol mocskodat. Azt basznád meg. Áberezesek itt lefeküdtek pihenni, hát mit tudnak csinálni? Jó, hát... ennyi. Addig megyek, míg nem tudok visszafordulni. Úgyhogy... Után 800 méter... Ilyenkor mi van? Volt, hogy például hogy tűzített ki a... tunelban, amikor én... Fú, legalább látnám a végét. Vábbel ezt a srácok beengedtek magatok elé? Atyaist! Térjen le az autópályáról, majd forduljon arra. Nem tudom, hol fog tudni megfordulni. Hát nem enged, le van zárva. Ugye azért, hogy ne tudja bejönni a sor elé. Hát de én most érted. Na mindegy, hát. Még ott is devációnt ír. Hogy se enged be, bassz meg! Nem meg, nem tudok visszajönni a pályára. Után 200 méterrel... Szevasz! ...barra, majd... Szopás van, srácok, bőnyálla. Hiába visz minden navigáció, nem tudom, ezzel szerintem sokkal rosszabbul járok. Mint a marról menni. Hát ez erre nagyon hosszú, én elmegyek vissza a marra. Ez így erre sokkal hosszabb, ugye franciából jönnek. Ó, nem, hát én ebben nem állok be. Hát ez kegyetlen, hát én nem tudok, hogy akkor én átmegyek a bójákon, leszarom. Hát amarról sokkal rövidebb az egész, mint innen beállni. Kész, nem érdekel, most akkor valahogy én itt visszafordulok. Mert hogy én ezt itt nem várom ki, hát most már nem tudom hány kilométerre jöttem. Na tehát ugye, tehát tűzött ki a tunelba például, vagy általában az a hajónál a vihar szokott lenni, hogy akkor a vihar van a tengeren, vagy az óceánon, hogy nem tudnak menni a hajók. Hát ugye a Waberelszesnek Alexa a legnagyobb szopás, mert ő ilyenkor nem keres pénzt. Nekem úgymond tök mindegy, ha itt állok egy hétig is, nekem akkor is jár ugyanannyit keresek, mint ha megyek. Csak ez a tököm se akar itt arra szólni. Hát a hétvégeként az már biztos. Na mindegy, én itt most feljövök, engem már nem érdekel. Na már majdnem bent vagyok a... hát kontrollosnál, hát az még a majdnem azért az egy hülye ötlet volt, mert még szerintem egy jó 800 méter. Na, mi történt? Az előbb itt ugye netezek, vagy netezek, gépezek, mert ugye nincsen netem itt Franciában, és egyszer csak megjelentek megint a beduinok. De jöttek vagy 10, ó, már ezeken láttam, amikor már így nézelődtek, tudtam, hogy nagy betámadják a kamionokat.
Akkor mondom nektek, hogy ez hogy is néz ki, hát nem volt annyi időm, hogy felvegyem a kamerát, meg mindegy. Hát úgy nézett ki, hogy egy jött, az is szétnézett, jött az összes többi, hát ugye a pusztából, de tudod, nem figyeled, ugye egyszer csak úgy ott vannak. És betámadták először ezt a kamiont, láttam, hogy nyitni akarják, de észrevették, hogy le van plombázva. Oda van sásznak téve egy sárga plomba, de nincsen lezárva a kamion, ezt csak ő tette rá, hogy lássa az, hogyha hátul kinyitották az ajtót. Jó. Na én egy elment erre. Egy gyerek erre, egy itt állt előtte, hogy mondom, várjába, az meg hova nézzek? Tudod, na ilyenkor figyelj ide, csak egymásra számíthatnak a sofőrök, az, hogy szól a mögötted lévő, vagy nem szól. Hát ugye én már láttam, hogy jó, itt annyira nézték a kamionomat, mondom, nekem nincs rajta plomba, tudod, hogy betámadnak. Be is támadtak. Azonnal ugrottam ki kamerával a kezembe, ebbe egy a gond, ugye, hogy te onnantól kezdve itt hagytad a kamionodat. Tehát nem látod, hogy mi történik körülötted, hova sem tudtam, hogy merre menjek. Hát mondom, mindegy, akkor megyek arra. Elmentem arra, de mondta a srác meg, amúgy is már dudáltak a mögöttem lévők, hallottam, hogy nyílik az ajtó, tudod, ahogy csattan a zár. És kérdeztem a srácokat, hogy hányan mentek fel, mondták, hogy egy sem, mert már záró volt az ajtó, de azért felnéztem, könnyen átlátható volt a záró, alulra benéztem, de nem volt ott senki, illetve le is nem plombáztam, hanem kábelbilincsel, egy jó vastag kábelbilincsel lezártam az ajtót. Akkor, hogyha rajta van a plomba, így nem hiszem, hogy hozzányúlnak, de tehát erre készülj, jó, tehát velem még ilyen soha nem fordult elő, itt tehát az, hogy itt a szemed láttál, tehát annyian vannak, hogy egyszer felmászik, nem érdekli. Kéz, akkor leszeded. Foglalkozol vele, nem foglalkozol vele. Úgy van vele, lehet, hogy gyorsan felmennek, hárman, négyen megpróbál belebújni gyorsan egy dobozba, hát ha el tud bújni. Végülis logikus a dolog, így van. Semmilyen elkezdtem már, hogy az embernek ilyenkor azért már a burája, ugye a izén van, most már délután kettő van, és látod még mi vár rám. És ugye hát én is elkezdtem, hogy a kurva anyátokat csináltok. Ugye hát jó az ember, aztán jött, mert előttem az egy csávó mondta, hogy no. Tehát rendes, tehát tudom én, hogy nem, de nem balhézna, csak az embernek az agya már ilyenkor ekkora. Akkor most még be is támadják. De tehát mondtam nektek, hogy csak nyugodtan, tehát nem bántani nem, csak rá szólni keményen, hogy ami a jó édes mutert akartok, mert még szájban nem váglak. De ez csak szavakban, tehát most legyünk arcemberek csak. Jó, tehát jobb, hogyha így lezárod a dolgokat, de ez még nem biztos az, hogy nincsenek rajtad. Ugye nekem voltak már egy a spoiler alatt, tehát úgy például a DAF-nak, ott a spoiler alatt, képzeljétek el, benne voltam a fülkébe. És annyit láttam, hogy így kihúztam a függönyt, akkor még dohányozgattam, izé van mögöttem, jó, se csávó, csak nézem, hogy ki az. Tehát dohányozgattam, és ahogy kihajoltam, láttam egy csatot lelógni felülről. Egy ilyen, mint egy öftáskának tolva a csatja. Hát mondom, az meg mi a fene? Hát mondom, meg felnézek már, mondom, mi lógonnal le? Hát mondom, ez nem oda való valami. Hát két ember volt fent. Benne feküdtem a kamionban, ébren voltam, néztem a DVD-t, és felmentek. Ennyire nem mozdult meg a fülke, ennyire vágják, ennyire tudnak settenkedni. Pedig aki tudja, aki kamionos, az tudja, hogy ebben, ha fingasz egyet, akkor megmozdul a fülke. Így felment, felépett az állóklíma tartályára, és ennyire óvatosan felkúszt. Nem hallottam, a tetőn vannak. Ahogy felmennek, hát gondold az, hogy csak bemászik. Hihetetlen, igaz? Úgyhogy erre figyeljél, megnéztem a tengelyeket körbe, tehát nincsen senki. Úgyhogy, hát csak ésszel, úgyhogy ez egy komoly, vedd komolyan, ugye a YouTube-on azért rengeteg ilyen betámadásos videó van már fent, és még egyszer mondom, nem bántani őket. Na itt már alszanak is az emberek, hát van, aki ugye teljesen lefeküdt, van, aki várja a csodát még szerintem, vagy nem tudom mitől, ott nyugodtan, tehát az okosabbja azért leoltja a lámpát, tehát itt van a belső sáv, tehát úgy állnak a kamionok, egy áll a leálló sávba, egy meg a belsőbe, és hát akkor végig, tehát hogyha ennyi, ha nem bírsz fel kell, akkor szerintem kikerülnek a kamionok, tehát akkor már szerintem azért muszáj, nem tudom, hát nagyon rossz, gyerekek, én ezt így végigálltam egyszer, fú, nagyon rossz, ez, hát nagyon szerencsére, én azért utáltam még ide angolba járni, mert sajnos ebből nem egyszer volt, itt van egy légy fingik, aztán itt ekkora izé van, katasztrófa van, most látjátok, mi kamion mennyiség jár ide, hogy ezt tud gyűlni. Hát, hogy nekem ebben a hónap bele kell állni, amikor legutóbb én egy ilyen mellett mentem, én néztem, hogy mi van itt.